Kolász egy kisváros a zöldfoki szigetcsoport legnyugatibb szigetén, Santo Antão-n. A városban körülbelül 300 halász él. A számuk egyre nő, ahogy a fiatalok egy része is ezt a pályát választja. Ugyanakkor a tengeri halászathoz motoros hajó kell. A 26 éves Adilson számára, aki maga is egy halászunokája, egy motoros hajó elérhetetlen álom lenne. Szerencsére a kisáros halászai kaptak egy vadiúj hajót a zöldfoki kormánytól, amely azt az Európai Unióval közös partneri programból finanszírozta. Így a fiatal halászok a tapasztaltabbakkal együtt hajózhatnak ki, értékes tudásra és jövedelemre is szertéve közben. Ezzel az új hajóval messzebbre ki tudunk hajózni, és több halat tudunk fogni. Több halász is gond nélkül osztozhat rajta. Tehát, ha valakinek szüksége lenne hajóra, de nincs neki saját, ezt használhatja. Montetrigo egy falu Santo Antão távoli csücskében. A legközelebbi halpiac a szomszéd kisvárosban van, fél óra hajóútra. Komoly problémát jelent a halászoknak, hogy a hal a melegben könnyen megromlik. Szükségük van arra, hogy megfizethető áron tartósítsák. A napon szárítás ősi módszer volt erre a célra. Most is a nap segíti meg a halászokat. Az uniós partnerségi program keretében napenergiával működő gépeket kaptak, amelyekkel olcsón tudnak jeget előállítani. Így már nem kell minden fogással azonnal a piacra rohanni. Ez a létesítmény rendkívül sokat segített a halászok életén. Mert most, ha halat fognak, nem kell azonnal a piacra vinniük. 2-3 napig is tárolhatják a fogást, és akkor egyszerre vihetik ki a piacra. Ezzel rengeteg üzemanyagot takarítanak meg. Az Unió összesen 750 ezer euró értékben támogatja a zöldfoki halászokat. Cserébe az uniós hajók is halászhatnak a szigetcsoport kizárólagos gazdasági övezetében. A partnerség munkahelyeket teremt. Ennek a spanyol halászhajónak a zsákmányát egy mindelói üzemben dolgozzák fel. Bár a tulajdonos európai, az alkalmazottak mind helyiek, 70%-uk pedig nő. A zöldfoki szigeteken tonhalat és más tengeri élelmiszer dolgozunk fel, ami közvetlenül 2000 munkahelyet teremt. Mi vagyunk az ország legnagyobb exportőre. A zöldfoki export 90%-a hal. A korábbi tengerügyi miniszter Paulo Veiga szerint az egyesség, amely alapján 69 spanyol, portugál és francia hajó halászhat a zöldfoki vizeken, mindkét fél számára előnyös. Szerintem ez egy win-win szituáció. Az Európai Uniótól nem csak pénzügyi támogatást kapunk, hanem tudást és technológiát is. Míg ők fenntartható módon használhatják a vizeinket. Az Unió nem csak a zöldfoki szigetekkel kötött ilyen megállapodást, amelyet fenntartható halászati partnerségi egyezménynek hívnak. A fogás mennyiségét úgy korlátozzák, hogy a halállomány reprodukcióját ne akadályozza. Az Európai Unió számára ezek a megállapodások nagyon fontosak, mert hozzájárulnak az óceánok felelős kezeléséhez és a halászat fenntarthatóvá tételéhez, hiszen minden partner tisztában van vele, milyen fajokat lehet halászni és milyen mennyiségben. Van egy monitoring és egy végrehajtási komponens is, amely segít az illegális halászat visszaszorításában.
que ajuda também a combater a pesca ilegal. Az illegális halászat egy másik nyugat-afrikai országban, elefántcsontparton is súlyos problémát jelent. Maxime Diondé a Halászati Monitoring Központ vezetője Abidjanban, amely szintén uniós partnerség keretében jött létre. Műholdképek segítségével valós időben tudják szemmel tartani az összes hajót az elefántcsontparti vizeken. A gyanús tevékenységet jelentik a hatóságoknak. Rendelkezésünkre áll minden ahhoz, hogy értelmezni tudjuk egy hajó halászati tevékenységét, a sebessége, a mozgás iránya és a halászati terület földrajzi koordinátái alapján. A helyi programkoordinátor szerint az illegális halászat elleni harc már eddig is ígéretes eredményeket hozott. Érezhetően csökkent az orvhalászat, amióta kiszámíthatóan lefülelik és bírságolják az orvhalászokat. Elefántcsontpart sokat profitál ebből az egyezményből. A Halászati Monitoring Központ lehetővé teszi, hogy megfigyeljük a vizeket. Ezentúl van egy együttműködésünk a haditengerészettel. Ennek köszönhetően tudunk őrjáratokat tartani a kizárólagos gazdasági zónában. Így meg tudjuk akadályozni, hogy az orvhalászok tönkre tegyék a halállományt. Az abidjani kikötőbe szállított hal nagy része európai tányérokra vándorol. Az európai fogyasztók pedig egyre kényesebbek arra, hogy az élelmiszert fenntartható módon állítsák elő, és a munkások körülményei is tisztességesek legyenek. Manapság az európai fogyasztók szeretik tudni, honnan származik az, amit elfogyasztanak. Tudni akarják, hogy akik előállították, nem szenvedtek közben, hogy a termékek nem járultak hozzá a természet állapotának további romlásához. Az Európai Unió ebben a kontextusban cselekszik. Szeretnénk megfelelni a fenntarthatóság követelményének, az ellátási lánc valamennyi lépcsőjénél, hogy a fogyasztói igények kielégítése során a bolygó megmentéséhez is hozzájáruljunk. Az Európai Uniónak 13 országgal van fenntartható halászati partnerségi egyezménye, hozzájárulva ezen országok gazdasági növekedéséhez, egyszer s mind halászterülethez juttatva európai halászokat.